Na hát szeretettel köszöntelek benneteket így ezen a délutánon is. Ahogy ezt már délelőtt ígértem, egy kicsit bepillantást szeretnék adni az Adra világába, az Adra életébe. Hát nyilván most az elején egy jó néhány információt, de csak tényleg nagyon röviden meg fogok veletek osztani, hogy legyen egy bepillantásotok arra, hogy mi mindent művel az Adra, most akár úgy világszerte, vagy akár különösképpen itt Magyarországon. És akkor rákanyarodunk majd arra a témára, ami nyilvánvalóan mindenkit eléggé érdekel. Most a február elején történt Szíriában és Törökországban földrengés kapcsán kialakult veszélyhelyzet, illetve ennek kapcsán, hogy mi az, amit el tudtunk, vagy el tudunk végezni az Adra keretein belül, ez lenne majd így a fókusz. De természetesen arra biztatlak benneteket, hogy ha bárkinek bármilyen kérdése van időközben, azt nyugodtan jelezzétek, mert hogy ez inkább egy ilyen beszélgetős része majd ennek a napnak. Tehát, hogyha bármilyen olyan kérdésetek van, vagy valami nem érthető, akkor azt jelezzétek nyugodtan. Na hát ugye, amint mondtam, hogy az Adra világába történik a bepillantás. Hát az Adra világ valójában az a világ, amiben élünk. Nem válik el, hála jó Istennek, egymástól a kettő. Úgyhogy itt ezzel a virág térképpel akartam azt érzékeltetni, hogy tulajdonképpen így valójában egy olyan humanitárius világszervezetről van szó, ami olyan szinten jelen van a földbolygón, és egy olyan hálózattal hálózatban van jelen, ami tulajdonképpen kissé azt mondom, hogy egyedülállóvá teszi a többi humanitárius civil szervezet között. Hát, hogyha egy picit a részletekbe belemegyünk, ugye láthattuk itt néhány információt magáról a nemzetközi szervezetről, hiszen alapvetően ugye az Egyesült Államokban indult el ez a munka még 1956-ban, azóta két névváltozáson is keresztül ment, de már most így Adra néven tulajdonképpen 40 éve működik a világban. Ugye itt láthatjátok fönt az Adra rövidítés, ugye ez egy angol rövidítés. Lényegében ennek a szinte teljesen magyarra lefordított változatát használjuk mi, Adventista Fejlesztés és Segély Alapítvány vagyunk, ugye az agency egyébként angolul ügynökséget jelent, de hát azért így Magyarországon egy olyan múlttal, mint ami nekünk van, egy kicsit furcsa lenne, hogyha ügynökségnek hívnánk magunkat, meg egyébként szeretnénk azt is kifejezni, hogy alapítványi, tehát civil szervezeti formában működünk, tehát ezért egy picit módosítva, de használjuk így, de hivatalos ez is, tehát Adra, Adventista Fejlesztés és Segély Alapítvány a hivatalos hosszú nevünk itt Magyarországon. Hát itt azért látjátok, hogy vannak olyan érdekességek, amik még ezen túl vannak. Tehát, hogy hány országban van jelen az Adra, mennyi az a kedvezményezett, ami átlagosan évente. Ugye ez egy növekvő szám egyébként, ez a legutóbbi adat, a tavalyi adat, ez a 14 millió. Ez évről évre nő azoknak a száma, akik valamilyen módon bekapcsolódnak és kedvezményezettjeivé válnak az Adrának. És ami az egyik legfontosabb, hogy az öt legnagyobb humanitárius szervezet egyike. Ez azért egy olyan dolog, amit viszonylag kevesen tudnak. Érdekes módon a nem adventisták ezt szokták tudni. Éppen most Törökországban, ugye a Baptista Szeretettel Szolgálattal történő együttműködésünk során a Szeretett Szolgált egyik magyar munkatársa méltatta az Adrát, hogy hát azért mégiscsak ez egy globális szervezet, és hogy ő is a maga módján találkozott ezzel, és nagyon elismerését fejezte ki. Úgyhogy igen, szóval hogy ez egy ilyen szervezet, legyetek büszkék erre, hogy az Adra egy ilyen világszervezet, és hát ennek a mérettel. Persze nyilván nem feltétlenül a méret, hanem sokkal inkább a működés és a hatékonyság az, ami igazából egyedülállóvá teszi. Jó, hát aztán itt látjátok magáról a magyarországi irodának a különféle tevékenységeit, hogy mennyi ideje már, ugye itt Magyarországon is több mint 30 éve most már működünk a különféle területeken.
Hát ugye a névre, hogyha visszatérünk, fejlesztési és segélyalapítvány, ez nagyjából meghatározza azokat a területeket, amiket lefedünk. Ugye fejlesztési programokkal foglalkozunk. Hogyha meg kellene mondani, hogy mi a különbség a fejlesztési programok és a segélyezési programok között, akkor egy nagyon egyszerű példával élve ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy ugye a fejlesztési program, amikor megtanítjuk az embereket halászni, a segélyezési program pedig az, amikor halat adunk nekik. Értitek a különbséget? Tehát nyilván fejlesztési programban mindenféle belefér, most maradva ennél a példánál, amikor adunk a kezükbe hálót, meg horgászbotot, meg megtanítjuk, hogy hol kell, és milyen napszakba fogni a halat, és milyen csalit használunk, és hogyan etetjük be. Szóval értitek, hogy a hátteret, a tudást, az eszközöket biztosítjuk, de egy idő után nyilvánvalóan kilépünk ebből a helyzetből, és az emberek önállóan fognak egy magasabb színvonalon élni, megtanulva és alkalmazva azokat, amiket elsajátítottak a fejlesztési program során. Úgyhogy itt láthatjátok, hogy itt Magyarországon is, de egyébként a világon is nagyon sokféle fejlesztési program van. Ugye a mezőgazdasághoz kapcsolódó, az oktatáshoz, gyermekvédelemhez kapcsolódóan. Ugye ezek igazából a magyarországi iroda tevékenységi területei, de azért vannak ebben nyilvánvalóan átfedések, hiszen a nemzetközi közösség, illetve a számos akár európai, akár más kontinensen lévő adrairodák is hasonló körökben tevékenykednek. Na hát most erre gyorsan tennénk egy kis betekintést, hogy milyen típusú fejlesztési programjaink vannak. Ugye van ez az Élet Lehelete program, az alapszintű újraélesztés fenntartható oktatását céloztuk meg ezzel, különféle intézményeket, eleinte iskolákat, középiskolákat, általános iskolákat céloztunk meg, most már ott tartunk, hogy önkormányzatok jelentkeznek, cégek jelentkeznek be, hogy ők is szeretnék ezt valamilyen módon a saját magukévá tenni. Ugye az újraélesztés az nem egy ismeretlen fogalom szerintem senki előtt. Igazából talán az lehet a kérdés, hogy miért pont az ADRA foglalkozik ezzel, mi az oka annak, hogy ezt mi fölvállaltuk. Hát egyrészt a válasz egyszerű, mert hogy sajnos az egészségügyi mutatók Magyarországon nem arról szólnak, hogy ezzel nem kellene foglalkoznunk. A másik pedig az, hogy maga az újraélesztés, mint tudás, az nem egy kifejezetten olyan evidencia a magyar társadalom részére, amiről azt mondhatnánk, hogy ezzel rendben vagyunk. Tehát, hogyha most itt meneteket megkérdeznélek, hogy ki az, aki egész biztosan, nagy magabiztossággal ezt egy ilyen protokollt végre tudna hajtani, nyilván Attila kivételé valószínűleg. Vagy van egy pár ember, aki mondjuk, de hogy a nagy része azért a társadalomnak nem így működik. Tehát nem nagyon vagyunk jártasak ebben. Nyilván valaki, amikor tanultuk, meg hogy ha valakinek van jogosítvány, akkor legalább életében egyszer ebből levizsgázott, de hogy egyébként ez nem egy gyakorlat, pedig a mutatók azt mutatják, hogy azért jó lenne ezzel egy kicsit többet foglalkozni, különösen gyerekkorban. És ezért elsősorban az oktatást céloztuk meg, mivel a nemzeti alaptantervben nincsen benne ez a tudomány, tehát ezt a gyerekeink nem tanulják meg az iskolába. De hát sajnos ugye ez más országokban, nyugati országokban ez egész másképp van, és tulajdonképpen ezt tűztük ki célul, hogy ezt valahol egy kicsit legyen a homloktérben, legyen szem előtt ez, mint az életmentésnek, a szó szerinti életmentésnek az egyik eszköze. Aztán vannak különböző más egyéb iskolához kötődő tevékenységeink, ilyen ez a függőjátszma. Ugye hát hogy a függőségekről beszélünk, akkor talán sokszor ugye az jut eszünkbe, az alkohol, drog, stb. Ezek a klasszikus értelemben vett dolgok. De hát sajnos manapság már nem csak ezzel kell, vagy ezt kell figyelembe venni, hanem ott van a játékszenvedély, ott van a képernyő függőség a gyerekeknél. Szóval hogy ezek mind olyan ügyek, amikkel azt gondolom, hogy kell foglalkozzunk. És ezért itt van egy olyan programunk, egy kísérleti program, ami most még egyenlőre csak Budapesten indult el, ahol általános iskolákban egyrészt kétféle dolgot csinálunk. A gyerekeket próbáljuk egy kicsit egy tréning keretében arra,
arra oktatni, hogy hogyan vehetik észre a tüneteket saját magukon vagy a társaikon. Hogyha valakinek valami ilyen függőséggel kapcsolatos problémája van, és mi az a módja a segítségkérésnek, ami számukra elérhető, illetve van egy szülőknek szóló verzió is, amiben ugyanez van, hogy ugye hogyan vegyük észre a saját gyerekünkön, hogyha valami függőséggel van dolga. Úgyhogy ez egy kiépülőben lévő, de úgy tűnik, hogy a budapesti általános iskolákban most már több megkeresésünk is van ezzel kapcsolatban. Hát aztán van egy gyermekvédelmi programunk, aminek a keretében nyári tábort szoktunk szervezni, van egy egészen jó hálózatunk az országban, különféle intézményekkel, oktatási intézményekkel, család- és gyermekjóléti központokkal, ahol adott esetben évközben is gyerekeknek szóló programokat szervezünk. Ugye itt a táborról láttok képeket, hát évről évre olyan 70 és 100 között van azoknak a rászoruló gyermekeknek a száma, akiket fogadunk ezekbe a táborokba. Hát ez egy borzasztó érdekes, nagyon sok mindent tudnék mesélni, mert rengeteg, mert ugye már több, hát nem, 10-valahanyadik táboron vagyunk már túl, és nagyon-nagyon sok jó élményünk van ehhez kötődően. Ami itt nagyon fontos ennél a tábornál, hogy nyilván ez egy szociális helyzet, hogy ezeknek a gyerekeknek talán a nagy része nem jutna el egyébként nyaranta táborba, vagy nem jutna olyan programokhoz, amiket szervezünk ennek a keretében. De hogy itt azért egyfajta értékátadás is történik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, ugye sajnos ezek a gyerekek nem olyan családokból, meg nem olyan környezetből jönnek a táborokba, ahol mondjuk az olyan értékek, mint a tisztelet, a megbecsülés, az együttműködés, ezek ilyen alapok. Ugye? Tehát nekünk alapok, mert mi ebben nőttünk fel, de nekik sajnos nem. És ezeket az értékeket próbáljuk ilyen tényleg nagyon gyakorlati szinten velük együttműködve, együtt dolgozva, együtt játszva átadni. És tulajdonképpen ez az egész gyermekvédelmi program, ez e köré épül fel, hogy egy ilyen szociális, de nem olyan értelemben szociális, hogy az anyagi háttér miatt, de akár azzal együtt is kialakuló hátrányok, amik az életben való boldogulást segítik, hogy ezekhez egy picit közelebb segítsük ezeket a gyerekeket. Vannak nagyon-nagyon jó tapasztalataink ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek mennyit tudnak változni, akár egy hét ilyen intenzív együttlét alatt, és hát ennek nagyon örülünk, mert valójában ez lenne a célja ezeknek a táboroknak. Aztán van egy olyan program, amit felzárkózó települések programnak hívnak. Ez az egész ország területén működik. Ez egy elég nagy összefogás, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat egy konzorciumi együttműködés keretében több civil szervezettel, többek közt az ADRA alapítvánnyal együtt végzi ezt a szolgálatot. Ennek az alapja az, hogy kiválasztották a 300 legrosszabb helyzetben lévő települést Magyarországon, és ezeken a településeken indult el, vagy még ezt követően fog elindulni ez a program. Ennek az a lényege, hogy ugye olyan falvakról, jellemzően falvakról van szó, ahol hát elég nagy a munkanélküliség, elég nagy az elmaradottság, és ha külső segítséget nem kapnak ezek a települések, akkor gyakorlatilag nem nagyon, tehát menthetetlenül leszakadnak. Leszakadnának, de van ez a program, és ennek tulajdonképpen a célja az, hogy tényleg amit mondtam az elején, ez a halászni, megtanítani. Tehát, hogy nyilván ezek olyan települések, ahol van, ami adott általában, hogy van munkaerő. Más kérdés, hogy nincs munka, amit végezzenek, de munkaerő van. Vannak olyan lehetőségek, olyan források, amik viszont nincsenek kihasználva. Tehát például a termőföld. Az egy ilyen közös pont ezekben, hogy elég sok termőföld van, akár a lakosságnak a birtokában is, de nincs rendesen megművelve, nincs egy célzott bármilyen program, ami összefogná ezeket. De ugyanez vonatkozik mondjuk az ilyen helyi közösségekre, eléggé széthúznak, nincs aki a fiatalokkal foglalkozzon, nincs aki a gyerekekkel foglalkozzon. És gyakorlatilag ezeket a területeket, nagyon sok területet fog össze ez a program,
tavaly előtt Bojton indult meg, ez a Hajdú-Bihar megyében van egyébként. Itt láthatjátok az Adrának a közösségi házát, ez a jelenlétpont, ahol rendkívül sok jó programot tudtunk már most elindítani. Ennek a fejlesztése folyamatos, tehát lesz játszóterünk, lesz most szeptembertől be fog indulni gyerekeknek ilyen közösségi tanoda, de kisgyermekes családoknak rendszeresen vannak foglalkozások, a munkatársaink dolgoznak, egyébként négyen dolgoznak most ezen a helyen, egyikük egy hely, illetve ketten helyiek, az egyikük a helyi gyülekezetünknek a tagja, aktív tagja, a másikuk pedig közhasznú munkás, ő gyakorlatilag a jelenlétpontunkkal szembe lakó hölgy, aki nagyon-nagyon szívesen dolgozik velünk, és van két főállású munkatársunk még rajtuk kívül, akik ezt a munkát végzik. Most az idén úgy néz ki, hogy bővülés is lesz, mert több már van még legalább 4 település, ahol van esélyünk ugyanezt a programot elindítani, hogy ennek lesz, meg hogy lesz, még ezt még nem tudjuk, illetve hogy melyek azok a települések, jellemzően Borsod megyei településekről van szó, ahol ezt elindíthatjuk, ezt még nem tudjuk, de tulajdonképpen elindítunk egy ilyen úton ezzel. Hát az a helyzet, hogy ugye nem olyan nagyon régen, ugye idén lesz második éve, hogy elkezdtük ezt a programot. Hát azt képzeljétek el, hogy a Jóisten nem csak minden eszközt és minden anyagi eszközt kirendelt ennek a szolgálatnak a végzésére, hanem ez alatt hát igazából azt mondom, hogy második éve, de igazából másfél év alatt olyan szintre jutottunk, hogy megkaptuk az úgynevezett mintatelepülés címkét a konzorcium vezetőtől. Hát ez a szakmai munkának az elismerése, ahogy ők mondják, én azt mondom, hogy a Jóisten munkájának az elismerése igazából, mert hogy kicsit több, mint másfél év alatt, vagy kicsit több, inkább azt mondom, kicsit több, mint egy év alatt sikerült eljutnunk egy olyan szintre a munkában, amit mások 2-3 év alatt értek el, vagy 4, attól függ, mikor kezdődött a program, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon előremutató, ugye egy 450 fős településről van szó, nem egy borzasztó nagy közösség, viszont nagyon, nagyon reménykeltőek azok az eredmények, amiket már eddig elértünk a helyi lakosság keretében, és hát reméljük, hogy ebben fogunk tudni tovább lépni. Vannak terveink, hogy hogyan vonjuk be őket, hogyan teremtsünk új munkahelyeket, hogyan legyünk ott a közösség fejlesztésben, a különböző programokkal. Például vannak ilyen ötleteink is, amik remélhetőleg már az idén elindulnak, hogy a turizmust hogyan fejlesszük, hogyan kapcsoljuk be ezekbe a helyi embereket, és akkor megint csak a munkahelyteremtésről beszélünk. Szóval azokat a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, hogyan használhatják még jobban. Aztán itt van megint egy érdekes kezdeményezés, ami alapvetően nem a mi ötletünk, hanem egy támogatónknak az ötlete, ez a helyi egészségi logisztikai program. Ez Budapesten működik. A Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikájával vagyunk kapcsolatban, ahol azt a szolgálatot kezdtük el, vagy vállaltuk fel, hogy olyan családoknak segítünk eljutni a gyógykezelést végző intézménybe, akiknek hát nyilván a gyerek beteg, és nem feltétlenül van olyan anyagi háttér, amivel az akadálytalan utazás az elérhető. Tehát nyilván még hogyha akár még Budapesten belül is kell közlekedni tömegközlekedéssel egy beteg gyerekkel, ez nyilván nem egy élmény, tehát nem az, amire az ember úgy nagyon vágyik, és ezért gyakorlatilag itt önkéntesek végzik ezt a programot. Most van egy kis átalakulás. Most arra állunk át, hogy az egyik, ugye a gyermekklinikáról a Rókus kórházba fogunk kis embereket, betegeket szállítani a szülőkkel, akik valamilyen anyagcsere betegségben szenvednek, és a Rókus kórházban működik egy ilyen tankonyha, ami azt jelenti, hogy ott megtanítja egy dietetikus a szülőket, meg a gyerekeket is, hogy kell elkészíteni azokat az ételeket, amik az adott betegség kapcsán ugye fogyaszthatók. Viszont
nincs nagy távolságra a két intézmény egymástól, de vidéki számára elég, a budapesti eléggé átláthatatlan tömegközlekedéssel viszonylag nehézkes eljutni, és ezért őket fogjuk most majd a következő hetekben elkezdeni segíteni ebben. Ez egy ilyen különleges kis dolog. A támogatónk, aki kezdeményezte ennek a szolgálatnak a beindítását, ő maga is volt ilyen helyzetben. Tehát gyereket kellett bevinni, ott kellett hagyja a feleségét a gyerekkel, de már egy fél óra múlva már gyakorlatilag végeztek is, de nem tudott értük menni. Szóval, hogy átérzi ennek az egész helyzetnek a problematikáját, és akkor így találtuk ki együtt tulajdonképpen ezt a szolgálatot. Ugye hát a Kárpát-aljáról, meg Ukrajnáról mostanság ugye a háború jut az eszünkbe, de mi a háború előtt is már elkezdtünk ott dolgozni. Ez az élővízprogram, ez még jóval a háború előtt kezdődött. Igazából a CSEH-ADRA kezdte el, ez egy vízhálózatfejlesztési program. Azt kell tudnotok, hogy körülbelül ilyen 60-80 ezer ember él Kárpátalján, akiknek nincs közvetlen vízvételi lehetőségük. Na most ez nem csak azt jelenti, hogy a lakásban nincs bevezetve a víz, hanem hogy úgy még a környéken se nagyon. Tehát ez a kútra járunk, különféle víztartó edényekkel, és onnan visszük a vizet a fürdéshez, a fűzéshez és minden. Szóval, hogy kicsit ezek a körülmények olyanok, hogy azt gondolná az ember, hogy tőlünk nagyon távol, mondjuk Indiába vagy Afrikába vannak ilyen élethelyzetek. Nem. Örömmel jelenthetem nektek, hogy inkább sajnálattal jelenthetem nektek, hogy csak egy pár száz kilométert kell utaznunk, és már találunk ilyen helyzeteket. Na, ezeken a területeken kezdtünk el ilyen vízhálózat fejlesztésbe, ahol 5 háztartásonként egy kútfőt tudtunk eddig elhelyezni, és ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 200 embernek az élete válik egy ilyen kútfővel könnyebbé. Hát ezt kezdtük el, aztán nyilván most a háború egy kicsit megszakította ezt a folyamatot, de erről majd még lesznek azért képek. Van egy kenyai programunk, ami az ottani fogyatékossággal élő gyerekek iskolába járását hivatott segíteni. Ennek most jelen pillanatban két része van. Van egy olyan része, amiben a gyermekeket segítjük, hogy ők akármilyen fogyatékosságuk is van, de hogy legalább legyen lehetőségük egy olyan intézménybe járni, ahol befogadják őket, és ahol a szintjüknek megfelelő oktatást kapnak. És van egy másik része, amikor itt éppen ez tavaly ősszel készült a helyszínen, ahol 5 iskolát próbálunk arra abba az irányba felkészíteni, hogy be is tudják fogadni ezeket a gyerekeket, és megfelelő módon tudják őket oktatni. Hát ebben egy óriási előrelépés, hogy kapcsolatba kerültünk az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karával, ami egy, nem tudom, hogy hallottatok-e erről az intézményről, vagy nem, de ők nagyon-nagyon, tehát a gyógypedagógiában Európa, meg világszinten nagyon-nagyon komoly eredményeket értek el, és nagyon-nagyon komoly intézménynek tartják őket. És hát az ő tanáraik, és maga a kar kapcsolódott be ebbe a programba, és együtt végezzük ezt a szolgálatot. Támogat bennünket természetesen ebben a magyar kormány, a Hungary Helps ügynökségen keresztül. Tavaly nyertünk egy pályázatot, most az idén még nem tudjuk, hogy nyertünk-e, csak reméljük, hogy nyerni fogunk, és akkor fogjuk tudni folytatni ezt a nagyon szép szolgálatot. Ehhez kapcsolódóan, hát látjátok, hogy kicsit ilyen sokféle furcsaságot csinál ez az ADRA, így a Magyarország irodán keresztül is. Itt láthatok egy képet, ami a tavaly októberi Budapest Spár Maraton Fesztiválon készült, ugyanis már most a tavalyi évben 3. éve voltunk kint ezen a Maraton Fesztiválon. És hát látjátok, hogy itt ez a kígyózó sor, ez mind az ADRA sátra előtt van. Hát vannak olyan tevékenységek itt az ADRA sátornál, ami elég vonzó mindenki számára, hogy látjátok. És nem csak az ADRA tevékenységét vagyunk hivatottak ebben a körben népszerűsíteni, hanem kifejezetten ezt az afrikai programunkat. Mert hogy, de nem csak úgy, hogy ott kint vagyunk és reklámozzuk, hanem vannak futóink is, akik viselik a
a programnak a logóját, reklámozzák az Adrát a futók között, és ők az ő saját teljesítményüket ajánlják fel tulajdonképpen ennek a programnak a népszerűsítésére. És hát a tavalyi évben is ezt a fajta erőfeszítésünket azért adományok is követték, mert hogy kb. 180 ezer forintot sikerült így összefutnunk a csapattal, és hát ez már a második ilyen év volt, illetve sőt harmadik, amikor így csapattal együtt futottunk. Itt van, aki lefutja a teljes távot, van, aki váltóba megy, kettes vagy négyes váltóba, de hogy ott vagyunk, és jelen vagyunk egy ilyen jelentős sporteseményen is, és ezt is felhasználjuk arra, hogy az embereket arra késztessük, hogy valami jóra fordítsák az adományokat. Hát aztán nyilvánvalóan, ugye eddig a fejlesztési programokról beszéltünk, de nyilvánvalóan vannak segélyezési programjaink. Ugye itt ezeken a képeken, ezen a három képen ezek még a Covid időszakból voltak, amikor rászoruló családokat élelmiszercsomaggal, háztartási géppel tudtunk megajándékozni, illetve volt egy olyan programunk, amelynek során számítógépeket osztottunk olyan gyerekeknek, akik ugye az otthontanulás ürügyén nem feltétlenül tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba, és őket is segítettünk egy-egy eszközzel, illetve itt alul láttok egy képet, ez ilyen karácsonyi, jellemző karácsonyi adra kép, amikor a cipős doboz ajándékokat visszük ki a rászoruló családoknak, és akkor így próbáljuk egy kicsit emelni az ünnepnek a fényét ezekben a családokban, az ország különböző részein. És hát elérkeztünk oda, lassan rákanyarodunk arra, aminek most egy sajnálatos aktualitása van, ez a vészhelyzetkezelés. Ugye itt láttok képeket, ez a beiruti robbanás után készült, látjátok az Adra munkatársait, ahogy takarítják a romokat. Ugye ebben a helyzetben is ott tudott lenni az Adra, és nagyon jelentős adományokat tudtunk eljuttatni oda a helyi Adra képviseleten keresztül. Nem csak a helyreállítási munkák, hanem itt is nagyon fontos volt, ugye, hogy rengeteg olyan család került bajba, akinek nem csak a lakhatási körülményei változtak meg, hanem elvesztették a pénzkereseti lehetőséget is. És ebben a körben az Adra például segített ilyen családoknak helyrehozni üzlethelyiségeket, újraindítani vállalkozásokat, hogy ezzel is ugye a helyi gazdaságot próbáltuk meg erősíteni. Aztán itt lent láttok egy képet, talán emlékeztek rá, tavaly előtt Csehországban volt ez a borzasztó tornádó, ami ott egy részen nagyon nagy pusztítást végzett. Itt is látjátok az Adra munkatársait a helyben. És hát az idei földrengés előtt, a legutóbbi földrengés, azt nem tudom, emlékeztek-e a horvátországi földrengésre tavaly előtt. Hát ott is két alkalommal, két helyreállító csapattal voltunk a helyszínen, ahol a megrongálódott épületeket, elsősorban a tetőszerkezeteket állítottuk helyre, és a helyieket, meg a helyi Adrát is segítettük abban, hogy egy ilyen hasonló csapatot állítsanak össze, és az ilyen egyszerűbb javításokat tudják elvégezni. És hát aztán nyilván, hogyha már veszélyhelyzetkezelés, nem tudunk megfeledkezni az orosz-ukrán konfliktusról, erről a háborúról, ami ugye tavaly kezdődött el, és nagyon sajnálatos az, hogy még mindig tart. Ugye ezek a képek még tavaly februárban készültek a kijevi metróban, ahol hát sajnos már menekülni kényszerültek az emberek. Ez már Magyarország, egészen pontosan ez a nyírmegyesi gyülekezet, ami egy ilyen ideiglenes menekülteket befogadó központtá alakult. Ilyenből volt még egyébként három akkor. És hát látjátok itt a képeket a különféle adományoknak a felpakolásáról. Azt tudni kell, hogy a NECA alapítvánnyal együtt dolgoztunk nagyon szorosan, és 27 kamionnyi segélyárut sikerült így ebben az együttműködés keretében eljuttatnunk Ukrajnába, tehát egy nagyon komoly segítség. Egy nagyon komoly önkéntes bázisunk alakult ott helyben, akik segítettek nekünk mindenféle szervezésben. Különféle háztartási gépeket vittünk el olyan helyekre, ahol menekülteket fogadtak be, ez Kárpátaljáról beszélünk, tehát Munkács, Ungvár, ez a környék.
De messzebbre is eljutottunk, hiszen Csernovci az azért innen elég messze van, vagy 600 kilométerre, ahol egy adventista klinika működött, illetve ők működött itt is, de hogy Kijevben voltak ők elsősorban, de a háború miatt ugye át kellett telepíteniük szinte a teljes klinikát Csernovciba, és nem nagyon volt gyógyszerük, és egy teljesen ismeretlen magánszemély volt az, aki segített majdnem 1 millió forint értékű gyógyszert megszerezni, és akkor ennek az eljuttatásában segítettünk. De egyébként a Munkácsi járási kórházanak is juttattunk rengeteg gyógyszert, olyan eszközöket, amikre ott szükség volt helyben. És hát nem tudom, mennyire látjátok a képen, egy-két ismerőssel is összefutottunk Ukrajnában, mint például a Szabó Laci, vele vagyunk itt a képen, vele is összefutottunk, ő egyébként egy német szállítmánnyal volt Ukrajnába, és ott a helyszínen találkoztunk. Nagyon különleges helyzetek is voltak. A középen álló úriember, ő egy vállalkozó testvérünk, akinek egy nagyon-nagyon jól menő vállalkozása volt Kijev mellett, és sajnos a háború miatt ugye ő is menekülni kényszerült. Ő Munkácsra került, és viszont a teljes gyártósor, a gép, a maga a gyár, ők egyébként gyógyászati segédeszközöknek a gyártásával foglalkoztak, és hát gyakorlatilag minden több tízezer eurós gépek maradtak ott. És hát amikor ide került, akkor nyilván ő is eléggé nyomasztotta ez az egész helyzet. És hát ahogy az idő telt, ugye beszélgettünk arról, hogy mit lehetne kezdeni, és valahogy arra jutottunk, hogy ezt a gyárat valahogy át kellene telepíteni Munkács környékére. És hát nem akarom hosszan ecsetelni a történetet, de sikerült. Tehát jelen pillanatban az van, hogy 30 menekültet tud az Atyánk fia alkalmazni, tehát hogy nem csak a saját cége került megmentésre, vagy kimentésre, hanem sikerült még a helyi menekülteket is segíteni ezzel. Reméljük egyébként maga a gyár, ha teljes kapacitáson működik, akkor 100 embernek is akár munkát tud adni. Hát most egyelőre ez a 30, szerintem ez is nagyon jó. Legfőképpen nőknek biztosít munkát, mert olyan jellegű a tevékenység. Hát ugye ez is nagyon jó, mert főleg nők és gyerekek alkotják a menekülteknek a jó részét, még akár Munkácson is, tehát még a határ túloldalán is. Itt láthatjátok, hogy azokat a segélyszállítmányokat, amiket az ottani raktárba bepakoltunk. És hát országon belül is segítettünk menekült családokat, gyerekeket. Egy székesfehérvári általános iskola, egy magán általános iskola volt az, aki felajánlotta, hogy menekült gyerekeket fogad. Ugye Fehérvár környékén egyébként is elég sok olyan cég van, akik felajánlották munkahelyeket a menekülteknek, és hát az ő gyerekeik kezdtek el ebbe az iskolába járni, de ők valahogy okosan próbálták meg csinálni, hogy nem akarták teljesen elszakítani őket az otthoni tanulmányoktól sem, illetve az oktatás, az angol oktatás az náluk egy nagyon erős dolog, és ez pedig ahhoz, hogy a gyerekek részt tudjanak venni ebben az oktatásban, valamilyen ilyen, vagy egy jó telefon, vagy egy táblagép, vagy valamilyen ilyen számítógépes eszköz mindenféleképpen kell. És ezért megkerestek bennünket, és az egyik felajánlónk pedig biztosított az összes gyereknek egy-egy táblagépet az iskolába. Ezzel gyakorlatilag ezt a szükségletet ki tudtuk elégíteni, de nagyon jól megszervezték, mert még ukrán anyanyelvű tanárokat is sikerült ott helyben szerezni, úgyhogy gyakorlatilag ezek a gyerekek olyan szerencsés helyzetben voltak ott Fehérváron, hogy nem kellett a magyar iskolába járniuk, nem kellett ugye a magyar nyelv nehézségeivel megküzdeniük, hanem tulajdonképpen az anyanyelvükön folytathatták tovább a tanulást. Na és hát aztán, hogyha már veszélyhelyzetkezelés, akkor elérkeztünk a 2023-as évhez, aminek az egyik hát eléggé szomorú apropója volt ez a februári történet, amikor
Egy 7,6-es erősségi földrengés rázta meg Törökország déli és Szíria északi részét. Hát hogy mekkora volt a baj, az már abból látszott, hogy tulajdonképpen ez hétfőn ugye hajnalban történt, február 6-án hajnalban. A török kormány gyakorlatilag néhány órán belül nemzetközi segítséget kért. Hát akik így benne vagyunk kicsit a technikai részében ennek a mentésnek, ez már elég beszédes volt, mert hogy a törökök egyébként elég jól állnak az ilyen kutatómentés területén, nem mellesleg magyaroktól tanulták egyébként egy olyan 15 évvel ezelőtt, vagy 15-20 évvel ezelőtt. Ugye a 99-es földrengés után a kormány, a török kormány nagyon ráállt erre, hogy akkor saját erőt képeznek és szerelnek fel, és ezt nagyon, nagyon jól megcsinálták, ami azóta is működő rendszer, tehát innen lehetett tudni, hogy óriási a baj. Hogyha egy olyan földrengés, amit már a törökök se tudnak megoldani, akkor ott tényleg nagyon-nagyon nagy baj lehet. Úgyhogy így jött a felkérés az Adra felé. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálat Huba Rescue 24 mentőcsapata részéről, hogy hát akkor műszaki mentőként sok szeretettel várnak ebbe a szolgálatban, hogyha éppen az időm engedi, hát természetesen engedte, úgyhogy nem is volt kérdés ez a dolog, úgyhogy tulajdonképpen néhány óra leforgása alatt megszerveződött már ez a küldetés, és tulajdonképpen a földrengés napjának estéjén már a repülőtéren voltunk a szükséges felszereléssel készen arra, hogy elinduljunk Törökországba. Ez meg is történt, nyilván azért az utazás elvett egy kis időt, meg pláne míg a helyszínre értünk, azért az egy kisebb fajta logisztikai attrakció volt, de ebben a helyi hatóságok nagyon segítőkészek voltak. Ez volt itt a táborhelyünk, ahogy látjátok, tehát tulajdonképpen ilyen sátrakban, ezek nem a mi sátraink egyébként, csak ezek olyan szépek, azért fényképeztem. Tehát itt lehet látni, hogy egy viszonylag nagy területen voltunk, ahol tulajdonképpen ilyen komolyabb épületek nem voltak, amik esetleg egy utórengés során ránk borulhattak volna. Tehát egy megfelelő biztonságban itt mindenféle nemzetből a svájciak, hollandok, görögök, spanyolok, és tehát természetesen mi magyarok is két külön csapat volt ezen a táborhelyen. Ez Antakya városában volt, vagy városa mellett volt tulajdonképpen. Hát az egyik legérintettebb település volt ez a Törökország területén. És hát ide kerültünk, ugye itt az ENSZ-nek van egy koordinációja minden ilyen helyzetben, és tulajdonképpen ők azok, akik a beérkező csapatokat regisztrálják, és megnézik, hogy akkor milyen felszereléssel rendelkeznek, és akkor kapnak egy beosztást, hogy a város melyik részét, melyik az a régió, melyik az a terület a térképen kijelölve, amit át kell kutatni. És hát nyilván mi ennek megfelelően a táborépítés után azonnal indultunk tulajdonképpen a helyszínre. Hát itt láthatjátok, de ilyen képeket láttatok szerintem a híradókban is, úgyhogy ez azt gondolom, semmi újjal nem szolgálok, de azért egy pár ilyen képet betettem, hogy milyen szinten sérültek meg épületek. Ugye itt látható, hogy azért van olyan, ami teljesen tulajdonképpen földdel lett majd, hogy nem egyenlővé. Ami álló épület, hát tulajdonképpen az is olyan, hogy ez semmire nem jó. Látjátok, ez itt éppen egy luk. Hát nem az ablakon keresztül látunk be a szobába, hanem azon a résen keresztül, ami hát ott kiesett egy darab a házból, és hát léptennyomon ilyen épületekkel találkoztunk, amik ugyan állnak, de hát nem sok minden jóra lehet számítani ilyen repedések esetén, tehát ezek az épületek statikailag gyakorlatilag teljesen használhatatlanok. Ez egy éjszakai kép, kicsit sötétre sikeredett itt a mentőcsapatnak a magyar vezetője, az, aki éppen igyekszik ki az egyik romból. Amikor először odaérkeztünk, akkor gyakorlatilag nem, hát a helyiek közül nem sokan maradtak a városba. Nyilván érthető okoknál fogva elmenekültek, elmentek olyan városrészekre, ahol nagyobb biztonságban voltak. Nagyon sokan kocsiba aludtak, olyan
hát ilyen egyszerűbb ilyen hajlékokat készítettek maguknak éppen abból, amiből tudtak, és akkor ott húzták meg magukat, de hogy mikor odaérkeztünk, akkor gyakorlatilag nem sokan voltak azok, akik a városban maradtak. Ők próbáltak nekünk segíteni, tehát irányítottak, hogy hol találtak ők biztos ember, hol hallanak hangokat, és akkor nyilván ezeket a helyszíneket kerestük meg. Voltak egyébként fix címeink is, amiket már biztosan tudott az ENSZ, és ezt már nekünk előre odaadták, mielőtt elindultunk Antakjába, a Q zónába, mert a mi zónánkat éppen így ezzel a betűvel jelölték, és hát itt gyakorlatilag itt megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb túlélőt megtaláljuk és kimentsük. Ugye itt látható, ez egy fiatalembernek a feje, és itt a tűzoltó kollega éppen fejjel befelé a födém alól próbálja ki menekítenek, kiszabadítani. Hát itt azért nyilván ez is egy olyan helyzet volt, hogy itt a fiatalember a halott édesapjával egy helyen feküdt, őt így szedtük ki, így szabadítottuk ki ebből a szorult helyzetből. És hát volt azért rengeteg olyan hely, amit ellenőrizni kellett. A helyiek elmondása, ugye rokonok elmondása alapján, ők nagyjából meg tudták mondani, hogy hol volt az illető, hol lehetett a rengés idejében. Ugye ez egy másfél percen keresztül történő, elég erőteljes földmozgás. Szóval, hogy itt ez önmagában is nagyon-nagyon jelentős. És hát ezek az épületek, amikben egyébként mi is dolgoztunk, most éppen egy olyan hely, csak nem nagyon látszik, gyakorlatilag itt, innen szabadítunk ki egy édesapát, akinek a két gyermekét néhány órával korábban ugyaninnen szedtünk ki, egy kis fiút, meg egy kislányt. Ott főleg a török helyi munkások voltak azok, akik dolgoztak, és aztán mi segítettünk nekik, aztán ez a dolog megfordult, mert ők elfáradtak, kiszedték a gyerekeket, mi segítettünk ebben, és akkor mi vettük át a gépeket, és akkor próbáltuk áttörni a különböző falakat, meg födémeket, hogy kimentsünk az édesapát is, úgyhogy itt ez egy elég jelentős helyzet volt. És hát itt már lehet látni, ahogy vesszük ki az édesapát, itt a fejét látjátok. Így volt. Hát igazából a gyerekektől nem messze volt, de ők hát beszélgetni tudtak egymással, de nem tudtak máshogy egyébként érintkezni. Úgyhogy hát így ilyen körülmények között sokszor így volt, hogy napvilágot mi sem nagyon láttunk, mert hát ugye az idő ilyenkor nem a barátunk, nem nekünk dolgozik, ahogy szokták mondani. Úgyhogy gyakorlatilag itt nekünk is úgy kellett beosztani a saját erőforrásainkat, a pihenésünket, úgy kellett időzíteni, hogy a lehető legtöbb idő és a legtöbb energia maradjon az életmentésre. Ugye itt hát egy csapat dolgozik. Ez egy elég komoly, ez volt az utolsó élő személy, akit kiemeltünk. Hát ez egy 14 órás küzdelem volt. Úgyhogy nem, hát voltunk rá egy jó páran, 12-3-an dolgoztunk. Három födémet kellett áttörni, és még utána is ezt a rést, ezt bővíteni, ugye a vasalatot elvágni. Ez egy külön művészet volt, hogy szedjük ki ezt az idős hölgyet, aki oda be volt szorulva, nem volt egy egyszerű eset, de hát nyilván az, hogy 14 órán keresztül dolgozunk, ez már mutatja azt, hogy ez nem a legegyszerűbb esetek közé tartozott, mondjuk így. Hát összesen egyébként a csapat 11 élő személyt talált meg, ebből 7-et tudtunk kiemelni. Hát sajnos voltak azért szomorú helyzetek, esetek is, mert volt olyan eset, ahol hát sajnos a mentés után olyan soká ért ki a mentő, hogy elveszítettük a mentett szemét. Ez egy elég szomorú helyzet volt. Úgyhogy amikor első reggel, hát ez gyakorlatilag itt, ez az első éjszaka volt minden. Tehát volt ilyen is, olyan is, sikerünk is volt, bánatunk is volt egy kicsi. És amikor az első reggel kaptam egy üzenetet az egyik barátomtól, aki azt kérdezte, hogy vagy. Csak annyit írtam neki válaszul, hogy hát figyelj, körülbelül tudom, hogy milyen lehet az Istennek, amikor megtalál valakit.
meg azt is, hogy milyen, amikor elveszíti. Mert hogy ezek azért úgy... Tehát érdekes ez, hogy ugye sokszor kérdezik, hogy milyen élmény volt. Hát furcsa. Furcsa élmény volt, de én azt mondom nektek, hogy ha valaki egy ilyen helyzetben van, mint amilyenben a Jóisten engem hívott, és én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben részt vehettem, azt gondolom, hogy ez egy megtiszteltetés emberi életet menteni, hogy az elveszett bárány példázatát egy kicsit más szemmel olvasom már. Szóval, hogy az öröm, amikor megtalálunk valakit, és hát nyilván az a veszteségi élmény, amikor elveszítünk valakit, ez ugyanúgy benne van ebbe az élménybe. De én azt gondolom, hogy ezzel a Jóisten valahogy egy picit közelebb vitt engem valamihez. Úgyhogy én ezt így éltem, így élem meg a mai napig, hogy ez egy borzasztó nagy megtiszteltetés, egy nagyon fontos szolgálat, az életmentés, és nyilván ilyen körülmények között is, ami azért nem egy mindennapi. Itt látjátok ezt a romot. Hát itt is túlélőket kerestünk. Ez egy olyan veszélyes rom volt, hogy itt ezzel a kanállal egy munkagépet megkértünk, hogy támassza már meg, mert nem szeretnénk, hogyha alattunk borulna éppen össze, mert hogy annyira instabilnak nézett ki. Ugye itt látjátok ezeket a csíkokat, ez mind a vasalás. Ugye itt beszélgettünk, meg ez sokszor már azóta is ugye hírekbe jött ez, hogy milyen rosszul lettek megépítve ezek az épületek, és hogy mennyi embert szedtek már elő azóta, építési vállalkozókat, mérnököket, akik hát ugye most a felelősséget próbálják valahogy tisztázni. Igazából az az érdekes, hogy már nyilván most ilyen anyagminőségvizsgálatban nem tudtunk bele bocsátkozni, mert nem azért voltunk ott, hogy most milyen minőségű ez a beton, ugye sokan ezt is írták, hogy már rossz minőségű volt, vagy hogy egyáltalán, vagy hogy akkor ilyet is volt, hogy hát hogy nem nagyon vasalták. Vasalták az épületeket, mert itt rengeteg, például ebből is látszik ebből a romból, hogy rengeteg vasat felhasználtak, nem ezzel volt a baj. Igazából a probléma az volt, hogy nem betonvasat használtak, hanem kőracélt. A kettő között az a különbség nagyjából, hogy a betonvason vannak bordák, ilyen ferde bordák vannak rajta, ami jobban megfogja a betont. A kőracél az gyakorlatilag egy sima acélrúd, ami hogyha kap egy rezgést, akkor ez ledobja magáról a betont. És igazából az a helyzet, hogy egyetlen olyan épületet se találtunk, ahol betonvasat használtak. Mindenütt kőracélt használtak. Hogy ennek mi az oka, hogy ez a spórolás, vagy a nem törő, nem tudom, tehát ebben nyilván nem is nagyon szeretnék nagyon belemenni, de hogy az biztos, hogy ez a fajta építészeti megoldás, ez nem segített. Ez nem segített ezen. Tehát ezért van az, hogy széthultak az épületek. Nyilván itt az építési szabályoknak az átlépése is benne van ebbe a pakliba, hiszen ezen a területen, ott itt Antakya közelében van egy másik település, ahol egy nagyon karakán polgármester működött, vagy működik, aki nem engedte az építési szabályoknak a megszegését. Másutt ez úgy működött, hogy ha volt valakinek elég pénze, akkor lehetett máshogy építkezni. És ez a polgármester azt mondta, hogy nem, itt ilyen nem lesz, őt nem érdekli a pénz, őt semmi nem érdekli, itt rendes épületeket vagy megépítik, vagy nem építenek egyáltalán. És képzeljétek el, hogy ez az egyetlen olyan település ebben a régióban, ahol egyetlen ház sem dőlt össze. Nem volt halálos áldozat. Szóval, hogy meg lehet ezt jól csinálni egyébként, és hát nyilván az, ugye ezek régi épületek is voltak, sok helyen azt is láttuk. Nyilván ezeknek az építési szabályoknak az áthágása ott is tetten érhető volt, hogy volt olyan épület, ami látszott, hogy mondjuk kétszintes volt eredetileg, ám de még két szintet ráhúztak. És hát nyilván az egész meg nem erre volt kitalálva, szóval, hogy azért ilyen szabálytalanságot nem kell hozzá építészmérnöknek lenni, hogy az ember ránéz egy ilyen épületre, és akkor látja, hogy mi újság van. Úgyhogy ilyen szempontból elég sok furcsaságot láttunk. Hát ez itt a csapatunk, a magyar csapat,
az egyik magyar csapat, ugye a Baptista Szeretett Szolgálat Huber Rescue 24-re mentő csapata. Azt tudnotok kell, hogy nem én voltam az egyetlen, aki más szervezetet képviselt, hanem ez egy ilyen vegyes bazárcsapat volt, tehát voltak más civil szervezetektől, Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesülettől, Mancsakézben Alapítvány, Kutyákkal az Életért Alapítvány, szóval több helyről érkeztek így be az emberek, de hát így együtt adtuk azt az egészet, aminek az eredménye az volt, hogy 11 életet sikerült megtalálni, és ebből hetet a technikai eszközeink hetet tettek lehetővé, hogy kimentsünk, a több másik négyet azt át kellett adjuk a többi más felszereltségű csapatoknak. Igen, Gyuri, jelentkeztél. Igen, tehát mi kifejezetten élő embereket kerestünk. Igazából ez egy kicsit furcsa helyzet, mert hogy ezt nem tudjuk pontosan, de akik már voltak a 99, mert voltak a csapatban olyanok, akik már a 99-es földrengésnél is ott voltak. És ők azt mesélték, hogy amikor már élőket nem találtak, és próbáltak segíteni a helyieknek, hogy a halottakat kiemeljék, akkor egyszer csak hazaküldték őket. Azt mondják, hogy nem tudják mire vélni ezt a dolgot, de valami olyasmi sejtésük van, hogy a muszlim hagyományok és temetkezés és a halottakkal való érintkezés lehet emögött, hogy akkor őket nagyon gyorsan hazarendelték. Így ezt mi egy picit tudatosan is magunk előtt, szem előtt tartottunk, de hogy nyilván itt az idő a legfontosabb tényező ilyenkor, az élet szempontjából, és mi ezért nem nagyon foglalkoztunk a halottakkal, mert hogy írdatlan energiát igényelhet mondjuk egy adott testnek a kiemelése. És az alatt akárhány élőt is lehet, hogy megtalálunk, elkezdjük kiemelni. Szóval ez volt az oka, illetve volt ez a kulturális valami a háttérben, ami miatt ezt mi tiszteletben tartottuk. Nyilván ezeket a halottakat, tehát már amelyiket megtalálták, vagy hogy egyáltalán a bontás során eljutottak odáig, akkor nyilván, mert később, ahogy múlt az idő, ugye minket is hívtak ide-oda, amoda, itt hallottak hangot, ott jelzett az infrakamera életet, szóval, hogy voltak az életnek bizonyos jelei, akkor ott azokat nyilván ellenőriznek kellett kutyával. De ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag ott már ugye hétfőn volt a rengés, és szerda környékén már ezekkel a nagy gépekkel odaálltak. Tehát elkezdődött egy ilyen felügyelt bontás. Hogyha nyilván az életnek bármilyen jelét találják, akkor azonnal megáll minden, és akkor a mentésre koncentrálnak. Sőt, hogyha mondjuk valamilyen módon kapcsolatba tudtak lépni a romok alatt lévőkkel, akkor például ilyen is volt, hogy hallani véltek valamilyen hangot, az összes gép a környéken leállt. És ilyen hullámszerűen mindenki csönd, akkor egy valaki pedig próbált kiabálni. És akkor egészen addig csönd volt, amíg aztán mondták, hogy jó, akkor most mehet tovább. Szóval, hogy nyilván voltak, és aztán idővel mi is egyre többet láttuk a romok mellett, becsavarva, letakarva a halottakat. De alapvetően ez egy olyan feladat, amit inkább a helyi erőkre bíztunk, mert hogy fontosabb volt most jelen állapotban, vagy jelen helyzetben az élőknek a felkutatása. Igen, úgyhogy... Na igen, szóval visszatérve a magyar csapatra, 18-an mentünk, és 8 kutya volt velünk. Úgyhogy így állt össze a csapat, ez a táborhelyünkön készült, ez a fénykép, ahol mindenki rajta van. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt a mi történetünk. Hát alapvetően azt kell mondjam, vagy azt, ha így össze lehetne foglalni, valahol így, ha a nemzetközi
részét nézzük a munkánknak, vagy az adrának a nemzetközi részét, maga ez a mentésben való részvétel, ez nem feladata egyébként az adrának. Tehát ez egy magyar specialitás, hogy mi már évek óta együtt dolgozunk különböző mentőszervezetekkel is. Hívnak, és közös program, és gyakorlatokat szervezünk, és képzéseket tartunk. Úgyhogy ilyen szempontból ez biztos, hogy egy egyedülálló dolog volt. Ez nyilván érezhető volt akkor is, mikor kint voltunk, mert engem rengetegen megkerestek. Tehát hát próbáltak, mert térerő nem nagyon volt, internet még kevésbé, szóval éppen a táborhelyen valamicskét tudtunk kommunikálni, de ausztrál rádiósótól kezdve a amerikai tévéállomásig mindenki szeretett volna valamit. Hát ezt a technikai feltételek nem tették lehetővé, mert hogy nem voltam elérhető. Mindig mondtam, hogy ha a reggeli órákban próbálkoznak, akkor talán még van annyi internet, hogy belefér, de csak egy ilyen telefonos interjú. Más nem, mert sokan akarták így, hogy akkor valamilyen Skype, vagy bármilyen ilyen képi megjelenés is legyen, de ez nem volt lehetőség. Tehát ott, amikor már bementünk a városba, gyakorlatilag magát az egész városnak teljesen áramtalanították, kikapcsoltak mindenféle közművet, és hát nyilván a tornyok sem működtek, a rádiótornyok sem működtek, úgyhogy ott gyakorlatilag teljesen elérhetetlenek voltunk a világ számára. De hogy nagyon-nagyon számottevő érdeklődés volt, azokat a képeket, amiket én beküldtem a nemzetközi adrának, hát azt pillanatok alatt elterjedt az egész világon. Tehát, hogy az ausztrál adrától kezdve a kanadain keresztül a azerbajdzsáni, nem tudom, tehát mindenhol lehetett látni ezeket a képeket, ami ott volt, rólunk szóltak, hogy ott, és hát ugye nagyon büszkék voltak, hogy az adra ott van, és a mentésben is részt vesz. Hát annak ellenére, hogy azért ez eléggé hangsúlyos, hogy amúgy az adrának ez nem feladata, de mégiscsak azért örültek neki, hogy van ott valaki. Ráadásul, amiért még én külön hálás vagyok a Jóistennek, hogy úgy alakult ez a dolog, hogy még ugye Törökországban nincsen egyébként adra iroda. Ugye egy muszlim ország nincsen, a szomszédos Szíriában már régóta van, és onnan látják el a törökországi részt, és hát a nemzetközi adrának kellett kitelepülnie ahhoz, hogy ott bármilyen humanitárius segítségnyújtást egyáltalán el tudjon kezdődni. Igen ám, de mivel nem regisztrált szervezet, ezért nem tudtak gyakorlatilag elkezdeni semmit az első pár napban, hanem keresték a kapcsolódást, a lehetőséget. És akkor így jött, hogy felhívott az egyik, pont ezt a kollégát ismerem is már régebb óta, hogy tudnék-e nekik abban segíteni, hogy valakivel összehozni ott helyben, mert hogy nem tudnak mozdulni. Hát és akkor mondtam, hogy nyilván megpróbáljuk, akkor ott nézelődtünk, kérdezősködtem, és aztán végül mielőtt eljöttünk, azelőtt sikerült őket kapcsolatba hozni valakivel, és amikor hazaértünk vasárnap reggel, este már jött az üzenet, hogy a helyi polgármesterrel együtt ebédelünk, vagy együtt vacsorázunk. Szóval, hogy ez külön még egy ilyen hozzáadott érték volt, hogy nyilván ez most, amit elvégeztünk, ez egy különleges szolgált, igen, és ez fontos, ez is biztos, de hogy még akár ilyen haszna is lehet ennek, egy-egy ilyen jelenlétnek, hogy sikerül a nemzetközi adrát bekapcsolni az egész humanitárius segítségnyújtásba, hogy egyáltalán tudjanak valamit elvégezni abból, amit vállaltak. Hát ami még fontos, hogy azért nyilván most Törökországról beszéltünk, meg ott voltunk, de a szomszédos Szíriában sokkal súlyosabb volt a helyzet, de ezt biztos, hogy is hallottátok már, láttátok a híradóban is, mert hogy ugye ott a polgárháború miatt egyrészt a mentőcsapatok be se tudtak jutni, tehát ott teljesen magukra voltak hagyatva. Másrészt meg hát ott azért az elmúlt 10 évnek a polgárháborúja az kellőképpen feldúlta az országot ahhoz, hogy egy ilyen, hát amúgy sem, ugye Törökország egy viszonylag normális körülmények között lévő ország volt, és így is gyakorlatilag letérdelt az ország. Képzeljétek ezt el egy olyan országban, ahol 10 éve folyik egy eszeveszett polgárháború, ahol nagyon nehéz kiigazodni, hogy ki kivel van egyáltalán. És hogy ott nem csak van egyik fél, meg a másik, hanem van harmadik, meg negyedik. Szóval, hogy ebben a nagy összevisszaságban egy ilyen helyzet, ez elképesztő problémákat okozott. De hát hál' Istennek azért
ahogy mondtam, a Szíriában már nagyon régóta ott van az Adra, jelen van az Adra. A háború ellenére jelen van, és ők nagyon-nagyon jó munkát végeznek ott helyben, úgyhogy gyakorlatilag mi is rajtuk keresztül tudunk dolgozni, és azok az adományok, amik a földrengés sújtotta területeken lévőknek a megsegítésére érkeznek, azok gyakorlatilag rajtuk keresztül jut el oda. És itt egy picit visszautalnék az elejére, amikor azt mondom, hogy ugye több mint 130 országban jelenlévő szervezet, ugye ennek a hálózatosságnak ez a borzasztó nagy előnye, hogy nekünk innen Magyarországról nem kell elmennünk oda, hogy valamilyen módon segítsük a helyieket, mint mondjuk például, ezt tudom konkrétan, hogy a Magyar Baptista Szeretett Szolgálatnak ott helyben nem volt kapcsolata, tehát nekik ez külön idő meg energia volt keresni valakit, kiépíteni a kapcsolatot, akkor azt megvizsgálni, hogy ők megbízható-e, nyilván, hogy oda menjen a pénz, meg oda menjenek az erőforrások, ahova kell, hogy menjenek. Ez nekünk nem probléma, mert van egy Adra Szíria, meg van egy Adra, egy nemzetközi Adra, aki most jelen pillanatban Törökországban működik, és nemzetközi szabványoknak megfelelő módon történik a segítségnyújtás, az elszámolás az utolsó fillérig. Úgy, hogy gyakorlatilag nekünk nem is muszáj elhagyni az országot, tehát alapvetően nem kell nekem oda menni és ellenőrizni, hogy jó, akkor amit mi erre a támogatásra szántunk, akkor azzal most mi van és hogy van, és nem, erre nincs szükség. Megvan az igény, felmérést, körülbelül tudjuk, hogy melyik projekt mennyibe kerül. Mi hozzájárulunk a beérkező adományokkal ezekhez a projektekhez, és ők pedig küldik az elszámolást és a jelentéseket szépen sorba, amiket mi nyilván lefordítunk, és akkor megpróbálunk majd így köztudomásra hozni. Úgyhogy nagyjából így működik ez, úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás ebben a rendszerben, hogy nagyon-nagyon sok pénzt meg időt lehet megspórolni azzal, hogy hálózatban működünk. Tehát nem kell külön elmenni, külön dolgozni, utazni, fizetni őrült költségeket, hanem így működik. És hát a másik jó ebben azért, hogy ezt is kérdezték már azóta többen is, hogy Magyarországról megy-e ki segélyszállítmány. Nem megy. Megmondom, hogy miért. Egyrészt azért, mert maga a segélyszállítmánynak a leszervezése, logisztikája és a költségei olyan magasak lennének, hogy amit kiuttatnánk, ahhoz képest sokkal drágább lenne maga a kiuttatás. Ez az egyik. De ennél van egy fontosabb érv, ez pedig az, hogy egy ilyen helyzetben nyilván nekünk a helyi gazdaságot kell erősítenünk elsősorban. Na most, hogyha én itthon Magyarországon megyek be a nem tudom milyen áruházba, és kérek 2000 darab takarót, akkor azzal a török gazdaság nem lesz előrébb, csak a magyar. Viszont, ha a pénzt eljuttatom az ottani irodának, és ők ott vesznek meg 2000 darab takarót, akkor az ottani gazdaságot fogjuk elkezdeni egy picit erősíteni. És ez egy óriási szempont, tehát én nyilván mindenkit értek, aki így odaadná a sajátját is akár, de hogy ez nem feltétlenül, ez mondjuk egy Ukrajna esetében még működhet, de már egy Törökország esetében, ami jóval messzebb van, és mire a helyszínre eljut az, vagy akár Szíria, ne is beszéljünk róla, mert hogy oda meg végképp nagyon nehéz eljuttatni bármit is. Ez így működik, és ez így helyes, mert nekünk azokat kell. Elsősorban, tehát egy kicsit ez egy ilyen előre gondolkodást igényel, vagy egy ilyen stratégiai gondolkodást, hogy ami valójában a fejlesztési programoknak van a hátterében. Tehát, hogy az ottani forrást használjuk, az ottani munkaerőt használjuk, az ottani akat tegyük képessé arra, hogy ők talpra álljanak, hiszen egy egész országért, nem is egy, hanem lényegében két országot is érintett ez a dolog. Úgyhogy ezért aztán ez így működik, ez a dolog. Na, hát én igazából ennyit terveztem elmondani, aztán, hogyha van még esetleg bármelyikőtöknek kérdése, akkor szívesen beszélgessünk még, Attila. Antaki egy 1,5 milliós város, tehát ez azt jelenti, hogy Budapest-szerű.
És ebből a másfél millió emberből 500 ezeren vesztették el az otthonukat. Teljesen, tehát totális utcára kerülést jelent ez. Hát ez most, hogyha így érzékeltetni akarom, hogyha Debrecent meg Miskolcot összevonnánk, az még mindig nincs 500 ezer. Szóval több, mint Debrecen plusz Miskolc. Nyi ember. És gyerek, és a többi. Úgyhogy ez egy elképesztő szám. Hát azt tudom, hogy ott Antakjában az Adra biztos, hogy egy 200 sátras tábort azt épített, és azt tudom, mert az most jött, nem, a múlt héten egy hír megint, hogy 500 további sátrat tudtak szerezni. Ehhez szóval, hogy hát nyilván oda azért el kell a segítség. Icus. De Szíriában vannak adventisták, persze. Szíria alapvetően... persze, hogyne, persze. Igen, de hát Szíria egy olyan ország, azért, hogyha... még mielőtt kirobbant ez a polgárháború, azért ők egy elég jó helyzetben lévő közel-keleti országnak számítottak, ahol viszonylag, most nyilván a többi muszlim arab országhoz képest viszonylag jól lehetett boldogulni keresztényként. Tehát talán Libanon a másik ilyen ország. Ez a kettő, ahol úgy eléggé jól megvoltak a keresztények, muszlimok egymással. Talán pont ez az oka annak, hogy ott van Adra iroda, és mondjuk Törökországban meg nincs. Ezért is alakult ez így. Úgyhogy igen, tehát ott vannak azért adventisták is, meg van keresztény közösség is. Helyben adventisták is vannak. Most azt konkrétan nem tudom, hogy az Adra kötelékében mennyi adventista dolgozik, mert ez nem mindig... Tehát ugye egy Adrának nem feltétele, hogy aki nálunk dolgozik, az adventista legyen. Nekünk is, amit mutattam a Bojti település fejlesztési programon, a két szakemberünk nem adventista. Az egyikük baptista, a másik katolikus, hívő emberek, de nem előírás, hogy mi adventistákat alkalmazzunk, és szerintem ez rendben is van így, mert ez nem erről szól. Itt egy szakmai munka folyik, és mi szakembereket keresünk elsősorban. De azt tudni lehet például Jemenbe, na Jemen egy nagyon-nagyon erősen konzervatív muszlim ország, az egyetlen keresztény szervezet, ami működhet az országban, ez az Adra. Semmi más. Tehát gyakorlatilag semmilyen más szervezet, nem? Hát a Vörös Keresztnek, ugye a Vörös Félhold nevű szervezete, ami úgy kifejezetten a muszlim országokban működik, na ők azok, akik még ott jelen vannak. De például ott is egy nagyon erőteljes előírás, hogy az alkalmazottak 80%-a helyi kell, hogy legyen. Na most mit jelent ez? Nyilván Jemenben egy nagyon-nagyon konzervatív muszlim országban nem lesznek adventisták, akik ebbe a sorba beállhatnának. Tehát nyilván akik az ottani alkalmazottak 80%-a, aki helyi, muszlim. De azt azért képzeljétek el, hogy ezek a muszlim testvéreink, én csak így hívom őket, ezek oly mértékben alkalmazkodtak ez a keresztény szellemiséghez, hogy én amikor voltam pont egy ilyen vészhelyzet kezelési tréningen együtt olyanokkal, akik konkrétan Jemenből jöttek, nekem nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy ők most adventisták, vagy nem. Mert nyilván nőknek volt egy fajta viselet, de ezt nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ez most egy ilyen kulturális magukkal hozott történet, vagy a valláshoz kapcsolódik, és gyakorlatilag egészen a képzés végén esett le nekem, hogy tulajdonképpen ők nem adventisták. Csak tudjátok, azért volt nehéz ezt elválasztani, mert minden áhítaton ott voltak. Elsőként voltak ott. És nagyon-nagyon könnyen kapcsolódtunk egymáshoz, imádkoztunk együtt. Szóval, hogy
Nagyon nehéz volt elválasztani ezeket a dolgokat. Na persze nyilván, akik a képzést tartották, az áhítatok, azok valahol mindig Ábrahám környékéről indultak, vagy odaérkeztek vissza, tehát hogy volt egy ilyen tudatosság azért ebbe, hogy itt a közös pontokat megtalálni. De nagyon érdekes ez, hogy így olyan módon tudnak kapcsolódni ezekhez az ADRA által, mint adventista szervezet által képviselt értékekhez, hogy szinte azt mondom, hogy nehéz, nagyon nehéz különbséget tenni. Na, itt, hogyha ránéztek erre, itt vannak az elérhetőségeink, mindenféle felületen igyekszünk ott lenni, közösségi oldalakon is, talán eddig is tudtatok követni bennünket, van egy weboldalunk is, ezeken mindenfajta információ egyébként elérhető a szervezettel kapcsolatban a jövőben, úgyhogy a megosztásokkal nagyon sokat segítetek nekünk, hogyha egy-egy ilyen hírünket megosztjátok ezeken a fórumokon, ez biztos, hogy nagyon sokat segít. Illetve hát nyilván azért is vetítem ezt most ki, mert hogyha tényleg a jövőben bármilyen kérdésetek van, vagy bármilyen ötlet akár megfogalmazódik bennetek az ADRA-val kapcsolatban, akár mondjuk ilyen konkrétan itt helyben, Gyulán, amiben esetleg tudunk nektek segíteni bármilyen tevékenység, ilyen úgymond ilyen szociális misszió kapcsán, ami ilyen, tényleg ilyen tevőleges dolog, akkor ebben nagyon szívesen partnerek vagyunk, és ezeken az elérhetőségeinken keresztül megtaláltok bennünket. Gyuri. Kérdezem, hogy ti most állami támogatásból, egyházi támogatásból, vagy marketing munkát is végeztek, és abból léteztek? Mind a három tulajdonképpen. Tehát az ADRA-ról tudni kell, ugye mi egy alapítvány vagyunk. Az alapítvány egy civil szervezeti forma Magyarországon. Ez tulajdonképpen az egyháztól független civil szervezeti forma. Szervezetileg független, így mondom, mert hogy nyilván nem független, mert az egyház az alapítója az alapítványnak, ugye minden alapítványnak van egy alapítója, jelen esetben az egyház, de tulajdonképpen teljesen elkülönült gazdasági egységként vagyunk. Tehát, hogy nincs direkt kapcsolat, és ugye a törvény elő is írja azt, hogy az alapítónak, az alapítványra meghatározó befolyást nem lehet tenni. Tehát, hogy ilyen szempontból van egyfajta függetlenségünk, anyagilag mindenképpen ezt a törvény is előírja, tehát saját számlaszám, saját költségvetés, saját könyvelés, minden ilyesmi. De nyilván ettől függetlenül, vagy még ezzel együtt is, az egyház bizonyos tekintetben támogat bennünket, amit minden országban egységesen biztosít az ADRA irodák számára az egyház. Ez egyrészt az ügyvezető igazgatónak a fizetése, másrészt pedig az iroda, ahol fizikailag vagyunk, létezünk. Ez a kettő. Nyilván ezen túlmenően is azért adott esetben számíthatunk az egyházra támogatásban, de nem szoktunk. És hát mindemellett mindenféle olyan pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni, ami rendelkezésre áll. Mindenféle alapoktól, de akár mondjuk olyan állami intézmények, mint ez a kenyai programmal kapcsolatban említettem ezt a Hungary Helps programot, ami a lényegben a külügyminisztériumnak egy fejlesztési ügynöksége. És nekik van egy adott anyagi keretük, amit minden évben kiosztanak a különféle más országokban tevékenykedő szervezeteknek, magyar szervezeteknek. Tehát mondjuk ilyenek előfordulnak, de például más szervezetekkel együtt is dolgozunk. Ugye itt most nem említettem, nem tettem be a képeket, mert nem is nagyon vannak erről képeink, de a menekültekkel kapcsolatos munkában például most egy nagyon-nagyon fontos partnerünk az ENSZ. Az ENSZ migrációs szervezete, akikkel együtt egy olyan programot végzünk, menekültek segítése, integrációja, hosszú távú letelepedése Magyarországon, aminek az anyagi keretei a tavalyi évben már túllépték az 500 millió forintot.
Hát magyarul ennyi pénzt kaptunk, vagy ennél több pénzt kaptunk erre a programra, az ENSZ-től. Tehát, hogy ez egy óriási, hát ti is talán érzitek, hogy ez rengeteg pénz. Ez körülbelül a egyébként normál békeidőben korábban az ADRÁ-nak az éves költségvetése volt 30 millió forint. Tehát ez majdnem a tízszerese most, úgyhogy ez egy óriási előrelépés. Ja igen, bocsánat, 20-szoros, igen, majdnem 20-szoros, tehát 20-szoros a szorzó, mert 500, nem, talán nem érte el tavalyi évben a 600 milliót, és velük folytatjuk tovább az idén is, most is. Úgy néz ki, hogy megújítjuk ezt, megyünk tovább velük. Tehát, hogy ez például egy olyan, tehát, hogy mondjuk egy bármilyen szervezettel kapcsolatban lenni, és velük együtt dolgozni, ez egy, a civil szervezetek között ez egy ilyen presztízs kérdés. Tehát aki már dolgozott ENSZ szervezettel együtt, azzal bárki szívesen szóba áll, azért, mert tudják, hogy bizonyos minőségnek megfelel. Úgyhogy ez például egy hatalmas áldás a jó Istentől, hogy ebben a programban részt vehetünk. De egyébként, és akkor jön a harmadik terület, hogy magánszemélyek, cégek is támogatnak bennünket, és ilyen formán így el tudjuk látni a feladatunkat. Nyilván az egyház tagok is támogatnak, ők általában az egyházon keresztül, tehát ugye a tized cédulára, ha ráírjátok, hogy ADRA, akkor az egyház gyakorlatilag ezt nekünk direktbe adja tovább. Tehát ilyen módon, most hát ezt is felfoghatjuk egyfajta egyházi segítségnek, idézőjelve, nem, nyilván nem az egyház szervezettől, hanem a tagságtól van ez a támogatottság, de ez is van, de egyébként egyre több olyan nevet látunk a támogatóink között a bankszámlaszámunkon, amik senkinek nem ismerős az irodába. Ami jó. Mert azt jelenti, hogy egyre inkább felfigyelnek a mi munkánknak a jelentőségére, és egyre szélesebb az a kör, aki támogat bennünket, aki fantáziát lát ebben. Úgyhogy ez egy óriási dolog, én azt gondolom. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a jó Istennek, hogy ebben lépésről lépésre vezet bennünket. Úgyhogy ilyen módon azt mondom, hogy nincs okunk panaszra, és tényleg nagyon, nagyon megállt bennünket az Isten ebben a munkában. Így van. 1% azt köszönöm szépen, igen, tehát most főleg majd most jön ennek a rendelkezésnek az időszaka, tehát azt lehet egész nyugodtan az ADRA részére felajánlani, tehát az adószámunk fent van a honlapon, de szokott lenni, most éppen most a múlt héten kaptam az egyik kolléganő, hogy már megcsinálta azt a reklám posztot, amit majd látni fogtok a következő héten, hogy már most ezzel így elkezdünk foglalkozni, hogy azért ebben is legyen egyfajta előrelépés, igen. Tehát, hogy nagyon sok módja van a mi támogatásunknak. Én azt gondolom, hogy ami a legkevesebb energiát, vagy legkisebb energia befektetéssel a legnagyobbat tudja nekünk segíteni, az, hogyha imádkoztok értünk. Ennél többet nem biztos, hogy kérhetek tőletek, tehát hogyha felkerül az ADRA az ima listátokra, ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és ezt nagyon megköszönöm. Nyilván ezeknek a posztoknak, a közösségi média bejegyzéseinknek a megosztása, kedvelése, ez mindig megint csak segít bennünket, mert én mindig azt szoktam mondani, hogyha veszünk mondjuk 2000 adventistát, és ha 2000 adventistának csak mindenkinek 100 ismerőse van, és mondjuk ez a 2000 adventista csak megosztja ezeket a bejegyzéseket, akkor hogy hány helyre kerül el? És még az ismerősök ismerőseihez is ilyen módon eljuthat, tehát nagyon messzire el tudunk ezzel jutni. Ez még megint egy olyan módja a támogatásnak, ami nem kerül csak egy kattintásba szinte. Úgyhogy ezek azok a módok, amik úgymond ingyenesek, vagy hogy úgy nem kerülnek különösebben nagy erőfeszítésbe, de mégis nagyon nagyot tudnak nekünk segíteni. Úgyhogy ezt megköszönjük, hogyha ezt megteszitek, és nyilván bármi egyéb, az 1% akár bankszámlára utalás közleménnyel, céladományként, akkor ez mind nyilván segíti a mi előrejutásunkat.
munkánkat. Erzsike. Igen. Egy-két szót a mentőkutyusokról is, például a lángos nevű kutyus, az hozzád kapcsolódott, veled volt, vagy még másokhoz? Nem, a mi csapatunkban volt, tehát én az ő... Csapathoz? Igen, a mi csapatunkhoz tartozott, a gazdája velünk volt, mi ismerjük a kutyát, mert egész konkrétan szokott nálunk tölteni néhány napot, amikor a gyerekeim már nagyon ki vannak éhezve a kutyára, akkor lángos szokott eljönni hozzánk vendégségbe, úgyhogy mi jól ismerjük ezt a kutyust. A gazdáját is már 22 éve ismerem, szóval elég jóba vagyunk, jó barátom. Hát ő egy nagyon ügyes, egy labrador, egy világos színen, zsemleszínű labrador kutya. Vizsgázott kutya, hát olyan szinten a gazdája pont azért képezte őt ki úgy, ahogy, hogy gyakorlatilag a kutya bárkivel dolgozik, akár velem is, vagy bárkivel. Tehát itt, hogyha megtanuljuk a vezényszavakat, akkor ő ezt fogadja. Tehát a gazdájának van egy másik kutyája, aki úgy nyert mentőkutya világbajnokságot, hogy nem a gazdája volt vele. Szóval, hogy van egy ilyen fajta nevelés, amit a lángos is kap, hogy gyakorlatilag ő parancsot teljesít, és dolgozik, és szívesen csinálja. Azt tudnotok kell, hogy azért a mentőkutyák, ők ugye munkakutyának hívjuk őket, de a tréningjüknek, a felkészítésüknek a felépítése az a játékon alapul. Tehát alapvetően ezeknek a kutyáknak ez a munka, ez nem munka, hanem játék. Játék és sikerélmény és jutalom. A jutalom az többféle lehet, az lehet kaja. Mondjuk egy labrador esetén ez egyértelmű, mert ők nagyon, nagyon szeretik a hasukat, ezek a kutyák. De volt olyan kutya, vagy van olyan kutya, akivel játszani kell utána. Tehát egy kicsit játszani, és akkor neki az a jutalom. És amiből nagyon kevés van, az olyan kutya, akinek nincs egyik motiváció sem igazán működik, hanem egyszerűen szereti, amit csinál. De ebből nagyon kevés van, de van ilyen is, van ilyen kutya is. Igen, igen. Tehát, hogy ő egyszerűen a önmagáért, a tevékenységért csinálja. Úgyhogy ez. Hát ez egy nagyon érdekes a kutyásoknak a világa. Nagyon különleges ezekkel a jószágokkal együtt dolgozni, utazni, játszani. Úgyhogy hát mindenütt szerettek bennünket, ahol így elvonultunk, reptereken, meg nem tudom, ilyen nyilvános helyeken, ott azért elég nagy sikert okoztak a kutyák. Hát pláne, hogy nyilván tudták, hogy hova megyünk, illetve honnan jövünk, ez minden esetben egy nagyon nagy megbecsülést kiváltó tényező volt a mozgásunk során. De hogy hát nyilván itt egyértelmű, hogy a kutyák azért vitték a prímet. Tehát az, hogy ott egyébként volt négy műszaki mentő, aki kínlódott ott 10 órákat, hogy kihozza, az kevésbé számított. A lényeg, hogy a kutya találta meg. De mondjuk tényleg, tehát hogy ez, de hogy itt minden elem fontos, csak a így hétköznapi ember, vagy így amit a média lead rólunk, abból nyilván egyértelműen inkább a négylábúak azok, akiknek a fejét virtuálisan megsimogatjuk mindig. Igen, Gyuri. Két dolgot kérdeznék még, hogy ebben a nehezedő világban vannak még raktáraitok, amelyekben gyülekeznek ilyen felajánlások, bizonyos gyáraktól, tészták, konzervek és így tovább, mert valamikor ez volt a profilja és tevékenysége Magyarországi Adrának. Másik, hogy biztos többet tudsz, hogy Szabó Laci találtak-e már vizet Afrikában, gondolom az Adra keretében dolgoznak. Igen, na akkor az első kérdésre válaszolok gyorsan. Vannak raktáraink, igazából ez most úgy működik, hogy azért nem a szavatossági idő miatt problémás az élelmiszernek a tárolása. Mert hogy nyilván, hogyha oda tudjuk adni, vagy hogyha jól forog a dolog, akkor nem probléma, mert akkor kikerül, de hogy erre nagyon kínosan kell ügyelni, hogy ez ne járjon le. Ugyanis, ha lejár, akkor azt nem adhatjuk oda. Ez csak a kisebbik probléma, hanem az onnantól kezdve veszélyes hulladék, tehát az elszállítása, a megsemmisítés, ez minden pénzbe kerül. Úgyhogy ezért mostanság
inkább azt szoktuk csinálni, nyilván ami így adódik, azt el tudjuk helyezni egyrészt, de kevés, viszonylag kevés az ilyen jellegű felajánlás. Viszont az olyan jellegű felajánlás az van, például van raktár áruház, aki kifejezetten nekünk tud előkészíteni a piaci árnál lényegesen olcsóbban raklapszámra tartós élelmiszert, ha van rá igény. Na most mi inkább ezt választjuk, hogy hát kínlódjanak ők a lejárati idővel, akkor legalább nekünk nem kell, de hogyha kell, akkor gyakorlatilag egy-két napon belül borzasztó nagy mennyiségű élelmiszer áll rendelkezésre, viszonylag csekély összegért, már hogy ahhoz képest, hogy amennyire boltban megvehetnénk. Tehát ahhoz képest jóval nyomottabb áron. Úgyhogy leginkább így működünk, és hát a tevékenységet látjátok, hogy most elmozdultunk a fejlesztési programok irányába. Nyilvánvaló, hogy a segélyezést ezt kell csinálni, mert nincs más lehetőség. Amikor Törökországban történik egy ilyen földrengés, nyilvánvaló az embereknek enni kell, inni kell, fedél kell a fejük felett, tehát nincs mese. És vannak még ilyen helyzetek, vannak ilyen családi helyzetek is az elmúlt évek során. Én nem is tudom, hogy 3-4 olyan családnak segítettünk, akinek leégett a háza. Na most hát ott nyilván lehet prédikálni a fejlesztési programokról, de vajmi kevés, ha nincs hol aludni. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket, ezeket nyilván próbáljuk ilyen módon kezelni, illetve ha nagy tömegében, mondjuk egy ilyen háborús helyzet, mint Ukrajnában, akkor meg nyilvánvalóan megint csak ezeket a forrásokat érdemes használni, amik gyakorlatilag professzionális logisztikai központtal rendelkeznek, összepakolnak nekünk, mi csak fölpakoljuk, és megyünk velük a célhoz. Úgyhogy egy ilyen átalakulás azért van. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen professzionálisabb működés talán egy kicsit, mint hogyha mi magunknak kellene a raktározást megoldani. És akkor az afrikai kérdéssel kapcsolatban, a Laciéknak külön alapítványuk van, dolgozunk együtt egyébként, tehát ilyen heti vagy havonta egyszer legalább egyeztetünk, tehát most is nem olyan régen beszéltünk telefonon, és most azt tudom, az egyik helyen sikerült vizet találniuk, tehát ugye ők Tanzániában dolgoznak, ugye a Tanzánia az egy kicsit délebbre helyezkedik el, tehát a éghajlatát tekintve egy picit olyan szárazabb éghajlatú ország, és ez adja a nehézségét annak, hogy ott egyáltalán bármilyen fajta vizet is találjanak. Lehetséges, csak nagyon nehéz, tehát ők is nem tudom, hanyadik próbálkozásra, de most az egyik helyen sikerült egy kutat létesíteniük. Szóval, hogy ő nem az Adra színein belül, vagy keretein belül dolgozik, több alapítványuk is van, Magyarországon és Németországban is ezen keresztül dolgoznak, de nagyon támogató a kapcsolat közte meg az Adra között, úgyhogy ilyen szempontból nagyon, nagyon jó partnerség van. És mit csináltál ezért? Hogy fúrják? Hát ennek a technikai részével én nem vagyok teljesen tisztában. Azt tudom, hogy ezek ilyen bérfúrások, tehát nincs saját emberük vagy saját eszközük ehhez, hanem vannak ott cégek helyben, akikkel elvégeztetik ezt. Erről már beszéltünk Lacival, hogy esetleg lehetne egy ilyen összefogásunk, hogy valahogy megpróbálnánk egy ilyen gépet venni együtt, és azt együtt működtetni ott helyben. Nyilván ez azért nem olyan egyszerű, mert talán a legegyszerűbb része az, hogy persze ez se egyszerű, mert nyilván drágák ezek a gépek, de hogy még talán ez a legegyszerűbb, hogy megvenni a gépet, de hogy ez azért kell ember, aki üzemelteti, aki viszi, hozza, karbantartja, stb. Úgyhogy ebben még nem jutottunk nagyon előre, de nem kizárt, hogy azért ebből lehet hosszú távon egy ilyen együttműködés. Igen. Csak azért kérdeztem, mert olvastam ott az utóbbi időben róla, hogy rengeteg víz van egyébként a sivatag alatt. Ez 600-tól 1200 méterig terjed ez a vízbázis, és hogy van velük valami geológus? Persze. Igen, igen. Tehát, hogy ez... Akkor milyen berendezés az, ami lefúr mondjuk a... Hát itt azt hiszem, hogy itt azért ilyen mélyre nem kell lefúrni.
De van persze, tehát ott, itt azért ezeket a méréseket, már hogy azért egy ilyen fúrás nem 2 forint, és hogyha nem találnak semmit, ezt a pénzt ugyanúgy ki kell fizetni, ha találnak vizet, ha nem, szóval hogy azért így szerintem ez úgy működik, hogy van egy szakember, aki legalább egy, aki azt mondja, hogy itt fúrjatok, mert itt érdemes. Aztán ez még mindig nem biztos, hogy a siker felé vezető út, mert lehet, hogy többször kell rámutatni egy-egy ilyen pontra, amire sikerül, de hogy ez persze, ez így működik. Tehát ez nem pont ezért, mert hogy itt nem csekély anyagi ráfordítás egy-egy ilyen fúrás, ezért hát ezt nagyon meggondoltan kell elkezdeni. Igen. Még egyet szeretnék kérdezni, mikor jönnek az ünnepek, a médián keresztül lehet látni, hogy ez és ez a szeretett szolgálat, meg különböző segélyszervezetek ennyi és ennyi ételt osztottak ki. És külkésző szemeimmel nézem mindig, hát ha van ott egy adrás mellé, tulajdonképpen, amikor katona voltam, akkor fogant meg a elménybe ez a Gulyásárdi, nem tudom, a régebbiek ismerik, de biztos ismered. Sőt, odáig eljutottam, hogy már vittem a pénzt ezért a Gulyásárdiért. Kérdezte az illető, hogy mire akarom használni. És akkor elmondta, hogy az egyházunkban van szervezet, és azon belül szeretném üzemeltetni. És mondta az illető, hogy hát azt mondja, jól készüljön fel, azt mondja, mert itt ilyen 4 személyes ételhordókkal fognak menni magához. Elesett szegény ember, a kapin látszik, hogy elesett, elviszi, és a szomszéd utcába, a BMW-be, meg a Mercedes-be és a Audi-ba adják be az ételeket. És ez többször megfordulnak ezek a szegény emberek. Tehát kihasználják őket tulajdonképpen. Hogy erre valami, biztos beszéltél ilyen dolgokról más segélyszervezetekkel, hogy ma már ezt kiküszöbölték? Valahogy? Vagy adnak mindenkinek, a rászorultaknak egy bilétát és a beváltatatot? És kész, annyi kaja jutott. Vagy csak úgy van, hogy viszem az ételhordót, aztán már ötödjére állok a sorba, stb. Igen, hát azért... Igen, én nem mondom, nyilván előfordulhat bármiféle ilyesmi, vagy ehhez hasonló visszaélés az ilyen humanitárius szolgálatok gyakorlatában. Nyilván ezt azért szerintem a legtöbb szervezet igyekszik kikerülni. Tehát már eleve az, hogy ugyanaz az ember jön vissza, nem tudom, hanyadjára, azt gondolom, hogy fel kell tűnjön az ételosztóknak is, hogy ez akkor hogy van. De általában igen, szóval, hogy valamilyen rendszerben ezt... Ugye nyilván most kétfelé kell választani a dolgot, mert ugye vannak azok a helyzetek, amilyen rendszeres melegételosztás, ami egyébként, hát ha nem is egész évben, de legalábbis a krízis időszakban van. A krízis időszak az a szeptembertől márciusig terjedő időszak. Ugye ez az, ahol ezeket a melegételosztásokat általában vagy a civil szervezetek, vagy az önkormányzat, valaki felkarolja egy-egy településen, és akkor ez rendszeres. Tehát nyilván ide ezek vannak. Ezekre mert tudom, mert Debrecenben is egyébként a gyülekezet benne van egy ilyenben, pont a mai napon osztanak a hajléktalanoknak. És ide körülbelül azért megvannak azok a beszállási pontok, ahol az emberek jönnek, több, adott esetben több helyszín is, és nagyjából ugyanaz a kör vesz részt. Tehát ezek stabilan ugyanazok az emberek hétről hétre ebben a krízis időszakban, tehát mondjuk ez is egyfajta biztosíték. Nyilván nagyobb városokban azért nem mondom, lehet ilyen, de sok helyen megoldják. Igen, így pont ahogy mondtad, hogy ilyen kupon rendszerrel, hogy gyakorlatilag egy kupon, egy adag, és akkor így oldják meg.
Igen. Szóval, hogy vannak azért ilyen lehetőségek. Nyilván, most csak arra is reagálok, hogy ugye ünnepek környékén, meg ha nem ünnepek, teljesen mindegy. Tehát, hogy a híradásokban vannak bizonyos civil szervezetek, amik szerepelnek. Ennek két oka van. Ha a kormányzati médiát nézzük, akkor azért, mert van 5 kiválasztott nagy szervezet, akit a kormány támogat. Pont. Nyilvánvalóan nem fognak egy másik szervezetet reklámozni azzal, hogy beteszik a híradóba, akár mekkora attrakciót is hajt végre. Tehát, hogy ez innentől kezdve így le van osztva, és pont. Kész. A másik oldalon pedig, ami nem ellenzi, vagy tehát, hogy nem, ami a nem a kormányzati média hatáskörében álló médiumok esetében, pedig azt kell tudni, hogy ott ennek a megjelenésnek ára van. Tehát akár szó szerinti ára van, hogy bekerüljenek. Na most én el kell döntsem egy ilyen szervezetvezetőjeként, hogy az adományokat mire fordítom. És nem azért, mert veletek, mint akár adományozókkal kell elszámoljak, hanem a jó Istennel kell elszámoljak. És akkor ez hogy van? Tehát, hogy amit egyébként másra kellene fordítani, azt akkor én fordítom-e arra, csak azért, hogy szerepeljünk ilyen és ilyen fórumokon. De egyébként ugye azért azt is kell tudni, hogy Magyarországon, magyarországi viszonylatban az ADRA nyilvánvalóan nem egy óriási szervezet. Tehát mi együttműködünk most már elég régóta, például a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal több ezer alkalmazottjuk van. Vagy ugyanaz a Baptista Szeretetszolgálat. Milliárdos értékű intézményrendszert működtetnek. Nem fogjuk őket utolérni. És tudjátok, mit én azt mondom, nem is akarom őket utolérni, mert nem biztos, hogy kell. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a nagyság az egy dolog, és a nagyság az, ami talán látványos, vagy ilyen módon érzékelhető, de én sokkal inkább hiszek a jelentőségben. Mi a kettő között a különbség? Elmondom nektek. Nézzük mondjuk a magyar írást, az írás jeleinket, melyik a legkisebb írásjel? A pont. De ha nincs pont, akkor mi történik? Mi történne az írott nyelvünkkel, ha nem lenne benne a pont? Nem? Hát a legkisebb, hát most nem mindegy. Van vagy nincs. És nem mindegy. Mert nem lenne a mondatnak vége, meg bizonyos kifejezéseink értelmezhetetlenek lennének a pont nélkül. Na én erre mondom, hogy én pont egy ilyen pont szeretnék lenni az ADRA-val Magyarországon. Ami, hogyha nincs, azt mindenki megérzi. Értitek? Tehát, hogy nem a nagyság határoz meg dolgokat. Én azt gondolom, hogy az Isten soha nem így működött, vagy nem feltétlenül így működött, hogy ugye Izraelről is mit olvasunk a Bibliában, hogy nem azért választottalak téged, mert nagyobb lennél bárki között. Az Isten inkább a jelentőség szintjén működik. A jelentőséget munkája, és én úgy gondolom, hogy nekünk is ez az utunk. És meg fog bennünket, tehát helyzetbe fog hozni a Jóisten, ahogy eddig megtette. Tehát az, hogy egy felzárkózó települések rendszerben a magyarországi ADRA egy települést visz, ami kicsivel több, mint egy év alatt egy olyan magas értékelést kap, amilyet kaptunk, én azt gondolom, hogy ez a jelentőség, ez az Isten műve. És úgy tartanak nyilván bennünket, például a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, mint akikre lehet számítani. És mint akikre úgy lehet számítani, hogy most azon gondolkoznak, hogy hány települést adjanak még nekünk. Értitek? Tehát, hogy... És lehet, igen, lehet, hogy nem leszünk benne a híradóba. Az lehet. De lehet, hogy nem is biztos, hogy ott kell, hogy legyünk, mert lehet, hogy más utakon meg el fogunk jutni az emberekhez, és lehet, hogy néhány éven belül, amikor kimondjátok ezt, hogy adventista, hogy milyen? Hát tudod az ADRA? Ja, igen, tudom az ADRA. Tudjátok, hogy működik ez. Szóval, hogy az Isten, Jóisten szépen lassan munkálja ezeket a dolgokat.
vezet bennünket, utakat nyit, olyan ajtókat nyit, amiket nem gondoltunk volna. Mondjuk 3 évvel ezelőtt, hogy megnyílnak, és megnyíltak. Szóval én hiszem azt, hogy a Isten vezet bennünket ezen az úton, és hiszem azt, hogy a jelentőség az, amivel munkálkodik. Mint ahogy eddig is tette, a Biblia időkben is tette, és a mai napon is, meg a mai napig ezt teszi. Aztán, hogy ez egyébként a népszerűség, vagy média jelenlét szempontjából mit fog jelenteni, ezt már csak a jó Isten tudja. Testvérek, köszönöm szépen a beszélgetést. Hogyha bármilyen egyéb kérdésetek van, akkor itt ezek közül az elérhetőségek közül megtaláltok, de hogyha esetleg ezt elfelejtitek, akkor a szüleimet megkérdezitek, elértek rajtuk keresztül engem is. És akkor én nagyon sok áldást kívánok nektek, hogy a gyulai gyülekezet, mint olyan találja meg a helyét, ti magatok, mint gyülekezeti tagok, erősödjetek meg, és találjátok meg a helyeteket itt a Jézus Krisztus második eljövetel előtti időszakban, abban a szolgálatban, amiben kell, hogy lépjetek, és amire fel akar benneteket a Jóisten használni, hogy a Jóisten áldjon meg ebben benneteket.